Következő jelenetünk arról szól, amikor egy kampányban elmennek politikusok vidékre, falura is, és akkor ott is beszédet tartanak, de nem mindig értik a helyi emberek, hogy miről szól. Szerintem kellene egy ilyen helyi ember, aki ismeri a helyi viszonyokat, aki tolmácsolni fogja a politikus beszédét. Hát én játszom ezt a helyi embert. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kisközösségünk köreibe a megyei önkormányzati képviselőtagságiból a kulturális alapítványok elnökének a poligámia mozgalom érharcosát, a minden pont után tegyünk vesztőt akadémiai mozgalom. Különösségben ezek a címek nem fontosak. Akkor át is adom a szót a politikus úrnak. Képviselő. Ja, bocsánat, képviselő úrnak. Hát most, hogy több mint 10 éve tagjai lettünk az Európai Uniónak, rengeteg finanszírozási forrás nyílt meg számunkra, rengeteg új pályázati lehetőség, amelyeket szabadon leívhatnak az önök településére. Lesz pénz. Természetesen meg kell felelni bizonyos elvárásoknak, feltételeknek, gondolok itt az önrészfogyalma, infláció, likviditás. Mégse lesz pénz. Természetesen lesznek olyan hátrányos helyzetű települések, személyek, akik szabadon pályázhatnak ezekre az összegekre. Lesz pénz, de csak gazsinak a kocsmárosnak. Minden 65 év fölötti személy. Most mindenki jól figyeljen, mert ez mindenkinek szól. Aki rendelkezik saját földterülettel? Irénke néni maga a hazamehet. És az bérbe adja, évi járandóságot kap a földje után. Nem kell annyit dolgozni, de lesz pénz. Nos. Nagyon fontos, hogy az okiratokat, a telekkövi kivonatot be kell hozni az ügyvezető elnökségek helyi irodáiba. Na, arról van szó, papírokot mindenki szedje össze, miután Csorda hazajött, ki kell vinni a kicsi utcába Pista bácsihoz, többit ő elintézi. Fontos betartani a leadási határidőt, mert aki nem tartja be, az a cikkei értelmébe az nem kap. Hogyha este 8 után viszik, akkor a kicsilikon békén nyúlni, és el kell hargalni a riglit a kapunál, akkor be lehet menni. Hogyha... Hátul ég a villany a pajtánál. Pista bácsi, nem van a pincébe. Balra kell hargolni. Ha nincs ott, akkor hagyják a tornácon, jó lesz. Az okiratokat az adásvételi szerződés könyvjegyzővel kell hitelesíteni. Na, a papírok közé mindenki egy 10 000-es szépen béke csúsztasson. Nagyon örülünk, hogy az önök településén, a faluba is ugye megnyílt már az új Európai Uniós Információs Irodánk, ahol bárki szabadon bemehet és információkat kaphat az unió működéséről és dolgokról. Na, arról van szó, az a kicsi fáink kék épület most épült az iskola mellett, most termopánult, ahol Gyuri felvitt egy talicska téglát, tudod? Na, oda bármikor be lehet menni, rá kell csapni az asztalra, kényelmesek a fotelek, finom a kávé, gumicsizmával nem szabad bemenni. Vasárnap el kell menni szavazni. Vasárnap a meccs elmarad. Találkozunk a barátok közt előtt a kicsi ABC-nél, elmondjuk, mit kell csinálni, utána iszunk. Csak itt még nem győztem meg, az letöltheti a választási programot a weboldalamról, http, www, ctrl, c, ctrl, v, print, pdf. A politikus úr egy viccel zárta a beszédet, kicsit magas, de jó vicc volt, tessék kacagni. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.